Hú, most kezdődik a videó, és nem is láttok! Hello, hello mindenkinek! Kitaláljátok el, hogy mi ez? Így van, nagyon jól gondoltátok, ez itt a Hamilton autós vlog! Na és azt is kitaláljátok el, csak felhúzom az ablakot, hogy mikor voltam legutóbb ilyen videóval itt a YouTube-on? Na mikor? Így van, nagyon jó a válasz. 2016-ban érkeztem utoljára ilyen autós vloggal, akkor Las Vegasból, most itt vagyok Budapesten, megint BMW-ben, csak egy másfélében. Ez jó dalszöveg. Megint BMW-ben, csak egy másfélében. Na, és feltettem nektek kérdéseket az elmúlt hónapokban, hogy majd jövök videókkal, milyen videókat szeretnétek látni. És hát ugye volt edzős videó, ugye Király Lacival is voltak már podcastek. Ja, ma vagy holnap jön a következő. Király Laci testvéremmel. Már feltöltés alatt van, lehet, hogy már így megy föl, így a vonalon így töltődik föl a YouTube-ra, úgyhogy majd hamarosan megnézhetitek. Abban Mr. Olympia esélylatolgatás, viccelődés, szteroidok, sztorik, mindenféle. Hát csak így dumálunk Lacival, tudjátok, szokásos. Na, és feltettem nektek kérdéseket az elmúlt hónapokban, hogy milyen videókat szeretnétek látni, és a legtöbb válasz arra jött, hogy hát autós vlogot, mint régen Las Vegasból. Tehát akkor most itt van. Csak azon gondolkoztam, hogy jó, de mi legyen az első epizód. Aztán utána úgy voltam vele, hogy hát, hogyha úgyis lesz majd még több epizód, annyira nem fontos az első, majd úgyis megbeszélünk mindent. De mégis úgy voltam vele, hogy egy olyan témát fogok hozni, ami a legtipikusabb, leggyakrabban előforduló téma, hát ugye a munkámban is, mert 2017 óta vállalok telefonos konzultációkat, azért ezt emelem ki, mert ez a legnépszerűbb szolgáltatásom már 2017 óta, ezek ilyen egyórás telefonos konzultációk, és ott mindenképpen a legnépszerűbb témakör az első szteroid kúra. Tehát ez a videó is alapjában véve az első szteroid kúráról fog szólni, de emellett én azért arról is akarok beszélni, hogy mi kellene, hogy megelőzzön egy első szteroid kúrát, mire kellene figyelni abban az első szteroid kúrában, és mi ennek az egésznek az értelme, meg hova tovább. Oké? Okay? Aztán úgy néz ki, hogy kiválasztottam az egyik legrosszabb időpontot, ugye forgatásra, mert el akartam indulni ott a Dunaparton, rakpart arra, rakpart vissza, kész is a videó. Aztán valami futóverseny van, és le van zárva minden, úgyhogy arra nem is tudtam menni. Úgyhogy csak így elautózok így valamerre, és közben így megbeszéljük a dolgokat. Miközben már nézitek, és valószínű ilyen premiért is fogok ennek csinálni, ennek a videónak, már jöhetnek kommentekben akár hozzászólások ugye ehhez a videóhoz, ha felmerül valami kérdés, vagy valami észrevétel, de már jöhetnek kommentben azok a dolgok is, azok a témakörök is, hogy mit szeretnétek látni a következő videókban. Nem mondom, hogy hú de sűrű lesznek ezek az autós vlogok, mert azért így össze-vissza autózgatnom, forgatnom, összevágnom, feltöltenem, stb. Hát limitált időm van erre, maradjunk annyiban. Ettől függetlenül szeretnék ilyeneket újra csinálni, és akkor menjünk bele ebbe a témakörbe. Hát figyeljetek, már körülbelül 2006 óta válaszolgatok kérdésekre az interneten. Akkor még úgy az akkori szponzorcégem, ugye akkor kaptam profikártyát 2006-ban, az IFBB profikártyát, és az akkori szponzorommal volt egy ilyen online fórum, és ott volt nekem egy ilyen topikon, mit tudom én, kérdezd a profit, vagy Steve in the house, vagy something like that. És már ott indultak ezek a kérdezfelelekek, és utána, nem tudom, akik kicsit idősebbek, csak egy pár évvel, 20 évesek mondjuk úgy, ők emlékezhetnek az ASK.fm-re, ASK.fm, ott közel 40 ezer választ adtam. Aztán az ment ilyen 2017-18 környékén nyergeltem át az Instagramra, mert talán 2018-ban indultak az Instagram sztorik, és onnantól kezdve ott is lehetett kérdéseket feltenni,
Majd bejöttek ezek az anonymous névtelen kérdések, egy ilyen külön applikáció, amiket tudjátok, ki szoktam dobálni már évek óta. És akkor maradt az Ask FM annyiban, kicsit már haldoklik is az az oldal szerintem azóta. És akkor instán válaszolgattam. Na és ezt csak azért mondtam, hogy ezekben a kérdezfelelekekben is, frankon mondom nektek, hogy a kérdések 80%-a legalább a szteroidokról szól, és azon belül annak a 80%-a, vagy 75-70-80%-a az az első kúráról szól. Tehát maradjunk annyiba, hogy az elmúlt lassan 20 évben már, 18-20 évben folyamatosan válaszolgatok kérdésekre, és mivel ez a top témakör, ez komolyan rándul át, ez a fasz. Hát mindjárt belassítok, most azért se fogok menni. Most én így ráérek. Most ki megy, most fogok menni. Na, szóval, az első kúra az azért nagyon fontos, mert bárkihez mentek, aki mondjuk dealer, mert meg akartok szerezni szteroidokat, mert a szteroidborban nem lehet kapni, akkor higgyétek el, hogy a dealer is, és valószínűleg az edző is olyan cuccokat fog nektek ajánlani, hogy minél jobban fejlődjetek tőle, tehát valószínű, hogy túl fogjátok tolni, vagy ágyúval vadásztok verébre, úgymond. Mert az edzőnek is az lenne a célja, ha idióta, hogy no, hát akkor most jó megnő a Zsolti. Meg a dealernek is az a célja, hogy neked ez nagyon tetszen, és gyere vissza. Árba meg nem feltétlen van hatalmas különbség, tehát nem feltétlen az ár miatt csinálja, hanem azért csinálja, hogy megjöjjön a kedvede ez az egészhez. Na most mit jelent ez azoknak, akik egyáltalán nem értenek hozzá? Azt jelenti, hogy első kúrára, ha csak nem 40 feletti férfi vagy, most férfiakról beszélünk alapvetően, de ha csak nem 40 feletti férfi vagy, akkor mindenkinek, mondom mindenkinek, az első kúra tesztoszteron propionát. Kész, téma lezárva. Nem enantátozunk, nem szipionátozunk, meg nem szusztanonozunk, főleg nem omnadrenezünk meg ilyen fasságok. Nem. Még egyszer mondom, tesztoszteron propionát. Mondom, tesztoszteron propionát. Muszáj így kiemelnem, attól függetlenül szeretek kiabálni, szóval nem gond. Nem erőlködés. Ki kell emelnem, mert higgyétek el, hogy ha minden egyes kliens után kaptam volna 1000 forintot, akik felkerestek engem első kúrával kapcsolatban, és túl akartak lőni a célon vagy maguktól, vagy külső segítséggel, már úgy értem tanácsokkal, akkor már milliómos lennék, hogyha mindenkitől, aki így helytelenül akarta volna elkezdeni, kaptam volna 1000 forintot, jó sok millióm lenne a magukban. Miért van ez? Ugye elmondtam, hogy miért van ez. Na akkor menjünk bele a részletekbe. És utána pedig arról akarok beszélni, hogy na jó, hogyha ezt megcsinálod ezt a kúrát, ami még csak véletlenül sem bonyolult vagy összetett, mert nem kell, hogy bonyolult vagy összetett legyen az az első kúra, és nem kell edzőként egy ilyen kezdő szteroid felhasználót lenyűgöznöd azzal, hogy te mennyire értesz hozzá, hogy te milyen kombináció. Pont erről akartam beszélni. Pont erről akartam beszélni tegnap is a podcastben, mert felmerült ez a szteroid téma. Nagyon figyeljetek oda, mert főleg aki nincsen benne ebbe az egészbe és nem ért hozzá, félre lehet vezetni, főleg azzal, hogyha valaki nagyon intelligensnek próbálja magát mutatni, úgymond betegesen intelligensnek próbálja magát mutatni, szerintem ez ilyen betegség, a túlzott intelligencia mutatása betegség. Ami valószínűleg nem is igaz egyébként, és hát a legtöbb esetben. Ők azt akarják neked mutatni, hogy első kúraként, vagy kezdő kúraként is, mit tudom én, fél éve csinálod ezt komolyabban, összetett kúrát kell csinálni, és minél többféle cuccot kell alkalmazni. Ezt tudjátok, minek a jele? Ez a borzasztó frusztráltságnak a jele, mert én például, mikor sajnos, és ezt így mondom, versenyzőként mondom így, mikor sajnos nekem el kellett kezdenem szteroidokat alkalmazni, mert már junior magyar bajnok voltam, már super body bajnok voltam juniorban, vagy akkor tínédzsernek hívták, most is talán tínédzser, akkor tudtam azt, hogy ahhoz, hogy egyáltalán Magyarországon kiemelkedő címeket elérjek, és én a Mr. Olympiára akartam eljutni, rájöttem, hogy
Hát muszáj kokszolni, bazd meg! De nem is értem, hogy lehettem ilyen naív 19 évesen. Jó, hát oké, 19-20 évesek azóta megtudtam már, hogy nagyon naívak, de én akkor így úgy voltam vele, hogy azért képbe vagyok úgy a világ dolgaival, a faszt voltam képbe. És én annyira naív voltam, hogy én úgy voltam vele, hogy ezek a magyar jobb versenyzők, akiket láttam az újságban, mit tudom én, 92-től, mert azóta olvastam újságokat, kimegyek inkább ide oldalra, hogy ne kelljen gyorsabban menni. 1992-től mondjuk 2002-től, itt a 10 évig, 92-től 2002-ig, akiket láttam, magyar versenyzőket, én frankó mondom neked, hogy azt hittem, vagy mondom nektek, hogy azt hittem, hogy ők esetlegesen naturálok, és ezeket a mindenféle egyre menőbb és menőbb táplálékkiegészítőket alkalmazzák csak, meg keményen edzenek, meg mondjuk jó az adottságuk, meg mondjuk sokkal több éve edzenek, mint én. És ezek a nagyok, Dorian Yates, Kevin Lebroni, Nasser Ensobari, ezek a srácok, na ők azok, akik kokszolnak, és hát igen, hogyha olyan szintre akarok eljutni, akkor itt bizony majd kokszolni kell. Vagy hogy jobban kell kokszolni. De, aztán, és mutogat nekem, hogy álljak meg a pirosnál. Mármint, hogy neki piros. Csak egy gyalogos itt átfutott, és így mutatta, hogy ne üss el. Fölmegyek erre a... Teljesen szar, hogy erre kellett jönnöm, de hát ilyen ez a futóverseny. Tehát, én ilyen naív voltam, de most te szerencsés vagy 2024-ben, mert ugye fölmész a YouTube-ra, és így szarás közben megnézel egy ilyen videót, és én elmagyarázom neked, hogy ez nem így. De nekem senki nem magyarázta el. Na. És én ezért kezdtem el kokszolni, hogy utolérhessem, és esetlegesen legyőzhessem a magyar ellenfeleimet, hogy aztán profi kártyát kaphassak, hogy aztán profi legyek, és talán eljuthassak a Mr. Olympia versenyre. Ez sikerült is. De az már 2010-ben volt. Első kúrám, és nincs benne semmi becsapás, már látjátok, nektek is ezt fogom ajánlani, tesztoszteron propionát. Mi volt az első kúrámnak az első ajánlata egy dealertől? Tehát, hogy mit ajánlottak nekem? Sustanont. Sustanon 250-et ajánlottak nekem, már elmondtam a Testépítés kamuk nélkül című filmben is. Az is már 7 éve volt, rohan az idő. Azt ajánlották nekem, hogy 750 mg Sustanont vagy tesztoszteron enantátot, ami éppen van a polcom, azt kellene tolni, 750 mg-ot, meg talán Winstrolt ajánlottak hozzá, azt én nem is értem, hogy miért, tömegeléshez. És nekem meg ez egyrészt annyira nem tetszett, mert egy-két dolgot már olvastam, másrészt kurvára nem értettem hozzá, úgyhogy utána kérdeztem, és én is már ott leredukáltam tesztoszteron propionátra, és 150 mg-ra hetente. Na, akkor most itt jön egy kis info. Az én ajánlatom továbbra is számotokra, így 22 évvel később, 21 évvel később. Tesztoszteron propionát, ami ugye olajban oldott szteroid, tehát injektálható szteroid, nem kell tőle beszarni. Higgyétek el, hogy sokkal jobban hasznosul, és sokkal inkább rendben van, mint a tablettás szteroidok, sokkal minőségibb cucc is, csak megfelelő szteroidboltba kell vásárolni. De gyere nekem, mert kinyírlak. És ebből ugyanígy ezt a 150 kötőjel 300 mg-ot ajánlom hetente. Ennyi az első kúra. Tovább megyek. Minimum 8 hétig alkalmazd ezt. Tovább megyek. Maximum, azt kell, hogy mondjam, 16 hétig alkalmazd ezt. Legoptimálisabbnak mit tartok? Kb. 12 hét. Ez egy ilyen nagyon tipikus, ez a 3 hónap. Ne feledjétek el, hogy amikor azt mondom, hogy 8 hét, csak hogy értsétek. Amikor azt mondom, hogy 8 hét minimum, akkor azt azért mondom, mert ennek az egésznek, még ha gyors hatású cucc is, azért kell egy 5-6 hét, mire ez így normálisan beindul. Tehát 8 hétig alkalmazni az ilyen nagyon minimum, mert különben szinte nincs értelme, meg feltolod a tesztoszteron szinted, elkezdesz fejlődni, ha beleteszed a melót, beleteszed a táplálkozást, a megfelelő táplálkozást, akkor tényleg javulsz, de aztán így vége a kúrának, és akkor mi van? Úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez a egy hónappal több, tehát a 12 hét, az lehet a legoptimálisabb.
viszont 16 hétnél tovább, főleg első kúrásként, de amúgy sem nagyon ajánlom, ne használjátok tovább. Na most ehhez majd esetlegesen jöhet a későbbiekben, de az első 3 hétben biztos, hogy nem, most csak mondtam egy számot, ezt mindenkivel meg szoktam beszélni, kliensekkel, már úgy értem, akikkel folyamatosan dolgozok együtt, vagy pedig telefonos konzultációban, attól függően, hogy milyen a vérképed, attól függően, hogy milyen céljaid vannak ezzel a kúrával, hol tartasz ebben az egészben, kelleni fog emellé valamilyen antiösztrogén is, ez általában tabletta. Ebben most nem megyünk bele, ezt akár egy másik videóban beszélhetjük az antiösztrogéneket, de ennyi. És képzeld, ez lenne az első kúra. Még egyszer mondom, tesztoszteron propionát 150 kötőjel 300 mg hetente, fogalmam sincs, merre kell menni. Okay. 250-300 mg. 150 és 300 mg hetente, bocsánat, csak itt néztem a GPS-t, és ezt 8-16 hétig alkalmazott. És kész. Aztán, mit akarok még ehhez hozzáfűzni? Hát, higgyétek el, hogy bármilyen furcsa a kúrával kapcsolatban semmi különöset nem akarok már hozzáfűzni, mert hogyha ennél több részletet akarsz, meg igazából ennél inkább személyre szabott dolgot akarsz, visszafordulunk, mert majd aztán haza kell érnem, ugyanis megyünk forgatni a SciTech Worldba a feleségemmel, ugyanis a feleségem is versenyre készül, ott leszünk a Fit Parádén, és ő is fent lesz a színpadon. Gondoltad volna? Réka! Hajrá, Réka! Hajrá, Réka! Úgyhogy 13 év után visszatér a feleségem. És most lesz egy ilyen edzés forgatás kedvenc operatőrünkkel, Orosz Andrással a SciTech Worldban, Krisztával és Fannival, versenyzőinkkel, itt meg ugye a nejemmel. Na mindegy, lényeg ez, hogy ezért megyek már visszafelé, és még befejezem addig ezt a videót. Amit még akartam ebben a videóban mondani, az nem a kúrával kapcsolatos, mert az tényleg az ennyi. Meg jövök én még ezekkel a vlogokkal, majd megértitek jobban. Ez egy ilyen kis ízelítő. Mondom, ha több infót akarsz, keresd meg, Instagramon tudsz legtöbb infót szerezni rólam, ott vannak a videó update-eim is állandóan, a Facebookot alig használom valami fasságra, csak a Messengert használom. Tehát az Instagramon tudod megnézni a dolgaimat általában, el is tudsz ott érni, mondjuk az e-mail preferálom, de az Instán mindenféle ember rámér, mindenféle emojikat, és ott tudod megtalálni azt, hogy na, akkor egy telefonos konzultáció, vagy valamelyik programomban akarsz részt venni, mindjárt kitérek majd erre is a videó végén. Tehát, amiről még akartam beszélni ebben a videóban, az nem a kúra, hanem az, hogy, és ez nagyon fontos, mert ezt leszarják általában, hogy mi kellene, hogy megelőzze ezt az első kúrát. Hát figyelj, elsősorban az lenne a lényeg, hogyha nincs szinte semmi alapod, vagy nagyon kevés alapod van fizikálisan, edzésmúltban, akkor azt tudnod kell, és ezzel nem árulok el titkot szerintem, hogy naturálon, kőkemény, naturál edzéssel és megfelelő táplálkozással lehet megfelelő alapokat építeni, és nagyon fontos, olyan alapokat, ami tartós. Mert például lófasz fizikumod van, lófaszt edzettél eddig, vagy edzettél egy évet, de az se jól. Kaja, hát jó, nem, nem vajas kenyér, de inkább csak ilyen, mit tudom én, Uncle Ben-szes szószok, meg mit tudom én, tarja, meg nem is tudom, mit szoktak enni általában emberek. Fogalmam sincs. Pite. Pitét eszel. Na, szóval, ha ilyenekkel játszottál az elmúlt egy évben mondjuk, majd azt mondod, hogy na, Isten, bassza már meg, elkezdtek majd én is szteroidozni, azt majd fölépítem magam. Na jó, csak az nem az az alap lesz, amiről én beszélek. Tehát így elkezdesz izmosodni, és így mondod a haverodnak, hogy hát tudod, hogy van Zolikám, most felépítem az alapokat, aztán majd később meglátjuk. Jó, hát de normális. Hát a szteroid, de nem lesz olyan alap, ami tartós, érted? Főleg, hogyha ilyeneket használsz, hogy na, szusztanom, stb. Sokkal többet tudsz vele fejlődni, állsz rá mindig a mérlegre, és így tapsikolsz, jaj, lefotózod, fölveszel valami fos zoknit, vagy nem vágod le a körmöd, és így lefotózod, és így kibaszod az Instagramra, hogy jó, már 100 kiló vagyok, 100 kiló alatt nincs férfi, meg ilyen fasságok. Nem, ez nem ad neked alapot, mert ez nem lesz igazi tartós izom. Tehát
itt vagyok én például, és évek óta megkaptam azt, hogy Pisti még mindig csurik van, mert még mindig izmos, holott most érted, hát most mihez képest vagyok izmos. Itt a lényeg az, hogy én naturálon építettem fel az alapokat, ami legalább 90 kiló volt, és az így rajtam maradt akkor is, mert most is 90 kiló vagyok, rajtam maradt akkor is, már 17 évesen 90 kiló voltam, most 41 vagyok. Tehát rajtam maradt akkor is, amikor a szteroidos izom leesett rólam azért, mert egy, nem ment már az a szteroid, nem ment már az a növekedési hormon, amit már magasabb szinten használtam, de majd most mindjárt mondok itt valamit, és nem ment az az edzés, nem ment az a kaja. Na most ehelyett vannak Magyarországon is olyan edzők, akik pajzsmirigy hormont, növekedési hormont, és ehhez hasonló dolgokat kezdő, akár női versenyzőknek ajánlanak. Ennyire őrült emberek vannak, gondoltad volna? És többen is vannak. Tehát oda megy egy ilyen edzőhöz, nem te, Zsolti, miért mondok mindig Zsoltit? Zsolti a béka, biztos emiatt. Oda mész te, Tomi, és azt mondod, hogy én szeretnék egy ilyen kúrát, és ajánlana neked, na hát van egy kis pocakod, ezért kétféle pajzsmirigyhormont adok neked, azt a növekedési hormonnal is igazából azért adom a pajzsmirigyhormont, mert növekedési hormont is adok, meg, mit tudom én, egy azért 1200 mg Masteron azért jó lenne, hogy egy kicsit befeszesedjél, sorolhatnám. Hallod? Ha ilyen emberrel találkozol, itt van előtted, akkor 180 fokot fordulj, és a másik irányba megy. Nem mondj neki semmit. Nem mondd neki azt, hogy bazd meg, te hülye vagy. Mindegy, hadd csinálja. De ilyen őrlet van már 2024-ben. Soha életemben nem hallottam ilyet. 25 éve benne vagyok már ebben. És aki 2,5 éve van benne, meg 5 éve, mert aki 5 éve benne van, az már veterán. Ilyeneket mond 2024-ben. Kibaszott agyfasz. A top magyar versenyzők ezen ki vannak akadva. Mi látjuk át igazán, hogy ez mennyire fos? Ti, aki, most bocs, akárki nézheti, de ti kezdők, vagy kevésbé haladók, ti ezt nem látjátok át, hogy mennyire gáz. Sőt, többször írtak már nekem Anonymous-ba az elmúlt egy-két évben olyan emberek, akik ezt jónak tartják, és nekem írták, hogy amit én mondok, hogy kevesebbet szedjél, légy szíves, az hülyeség, meg hogy én nem értek hozzá. Na most nekem olyan hozzáállásom volt mindig, már úgy értem, hogy a saját versenyzésemmel kapcsolatban, és hány óra van meg, nehogy elkéssek, jó, még van idő, meg kicsit. Szóval olyan hozzáállásom volt mindig a saját versenyzésemmel kapcsolatban is, hogy annál menőbb ez az egész, amit csinálok, most idézőesen menőbb, ezt direkt így mondom, annál menőbb, amit én most csinálok a testépítéssel, minél kevesebb cuccal sikerül egy adott szint. Mert hogyha van egy adott szint, tegyük fel, ami mondjuk már egy jó kis amatőr magyar szint, de csurig vagy bazd meg minden szarral, és úgy szered a pajzsmirigy hormont, meg az inzulint. Ja, inzulint is adnak lányoknak, képzeljétek el. Inzulint. Oké, okay. Én fiúknak sárok, de mindegy. Tehát egy olyan szintet elérsz, ami már egy jó magyar amatőr szint, és csurig vagy bazd meg, az nem húzza le egy kicsit ezt az egészet? Egyrészt lehúzza, igen. Mert hogyha azt mondja valaki, hogy jó, így néz ki, azt mondja, nem nézel ki rosszul. És akkor így odaadja a kúráját, és bazd meg, ez hányan szeritek? Ja, hogy csak te szeret? Azt hittem, az egész család ezt szeri. Az onnantól kezdve már nem hangzik olyan jól, egyrészt. Másrészt, hogyha ezzel tényleg célja van az embernek, akkor hova tovább? Tehát, hogyha közepes magyar amatőr szinten, jó, persze, én most versenyzőkről beszélek, tehát így ugrálok így a hobbi sportolók meg a versenyzők között, de hát hosszú évek óta ezt csinálom a munkámban, szóval ez nekem nem probléma ugrálni a két témakör közt. Tehát, hogyha 1000 mg-okat szúrsz valamiből, közepes magyar amatőrként, akkor hány milligrammot fogsz majd szúrni, hogyha eljutsz a Mr. Olympiára? Na, itt vannak a yardok. Másik meg az, hogy ki akar ennyi injekciót adni. Mert én például mindig úgy voltam az injekciókkal, na majd ki fogom fotózni. Régi naptáromat, ilyen lapozós naptár, nem ilyen cicás, hanem csak ilyen sima, ilyen téglalap alakú. Régi naptáromat majd kifotózom,
hogy attól függetlenül, hogy én így álltam hozzá mindig, hogy én hány kurva telibe baszott injekciót adtam magamnak. Jobb vál, bal vál, jobb farizom, bal farizom, jobb farizom, lejjebb, bal farizom, lejjebb, bal hátsó vál, jobb hátsó vál, meg a faszom. Fú, de utáltam az meg. Utáltam kokszolni, mint a szart. De látod, hogy látjátok, vannak olyan emberek, akiknek nem probléma ez, agyon kokszolják magukat a nagy semmiért. Vagy ténylegesen nagy célokért, csak túl kokszolják magukat, mert idiótákra hallgatnak. Te ne tedd így, te legyél okos, te hívjál fel engem telefonon, majd én, vagyis én, nem, engem ne hívj fel, mert egyébként a telefonomra azt kell tudni, nézzétek a fiaimat, a telefonomra azt kell tudni, hogy én 0-24 néma vagyok, 8 éve, szerintem, 0-24 néma vagyok, engem hívhat bárki, nekem csak leegyeztetett hívásaim vannak, tehát én mindig tudom előre, nekem olyan nincs, hogy itt, mit tudom én, megint, milyen nevet mondjak. Csaba hív engem, és így ránézek, én ezt el tudnám képzelni, nem tudom, biztos nektek van ilyen, vagy a munkátokból kifolyólag van ilyen, de én nem bírnám azt elviselni, hogy Csaba hív, és így fölveszem, és akarom fölvenni, vajon mit akarhat, tudod? ez agyfasz, nem? Tehát így valaki, hú, mit akar? Jó, tudom, hogy sok embernek a munkájának a része ez, de nekem ez, én kizártam ezt a munkámból, tehát nekem nincsenek váratlan hívásaim, én nagyon sokat telefonálok minden héten, legalább, jó, már nem annyit, mint régen, mert régen nagyon toltam ezeket a telefonokat, most ilyen, mit tudom én, heti 4-5-ször 2 óra, ez a minimum. Na, úgyhogy ha több információra van szükséged, vagy személyre szabott dolgokra van szükséged, akkor ajánlom figyelmedbe a telefonos konzultáció szolgáltatásomat, és amit még meg akartam jegyezni, azért, mert a programom jövő hétfőn, most van vasárnap, jövő hét, nem most következő hétfőn, hanem október 21-én, hétfőn kezdjük az új programom, a neve Hammer Time Bootcamp. De mondjuk úgy szokás mondani, hogy Hammer Time Bootcamp. Oké? Okay? Na, és ezt azért akartam kiemelni, mert összefügg ezzel a témakörrel egyrészt, másrészt most indul 21-én, 6-7-es program. Az a különlegessége, hogy soha nem csináltam még ilyen programot, hogy 6 hét alatt 6 közös edzés lesz velem, a SciTech Gold edzőteremben, Budapesten, a Lurdi házban, Magyarország egyik legjobb, és legnagyobb edzőtermében, ott edzek már, nyitásra ott edzettem 2014 nyarán. És miért fontos ez, meg miért függ össze ezzel a témakörrel? Hát azért, mert már mondtam az elején, hogy fel kell építeni az alapokat edzéssel, és kemény edzéssel kell tovább menni akkor is, ha kokszolsz. És ezt úgy értsd, hogy amikor kokszolsz, akkor jobban nézel ki, és jobban megy az edzés, anélkül, hogy te bármi kutyaszart beletettél volna. Ezt mindenki ismerje el. Tehát elkezded a kúrád, akár a lófasz 200 mg tesztoszteron propionátlan. Elkezded a kúrád, és jobban nézel ki, jobban megy az edzés, erősebb vagy, valószínű általánosan is jobban érzed magad, és lófasz sem tettél ezért, csak annyit csináltál, hogy kifizetted az ismerősödnek, kis nylonszatyrot elvitted haza, kibontottad, felszívogattad, és beadogattad, vagy a kis, mit tudom én, ismerős nővérke beadogattad. Ennyit csináltál érte. És valóban jobban megy, de a teljesítményfokozók azok azért teljesítményfokozók, és ez a nevük, hogy a teljesítményedet fokozzák, de hogy neked ebbe ezért, pontosan ezért egyre keményebb edzésmunkát bele kéne adni, és egyre jobb táplálkozást kellene csinálni 0-24. És nem feltétlen diétázásról beszélek, meg akár nem is olyan szinten, vagy te csak szeretnél hízni, hanem pont, hogy arról beszélek, hogy elegendő tápanyagot be kellene vinni. A szteroidok, a teljesítményfokozók arra teszik képessé a tested, hogy minél több tápanyagot tudjon hasznosítani, anélkül, hogy mondjuk elhíznám. Tehát több proteint tudsz beépíteni, több szénhidrátot és több zsírt tudsz hasznosítani is. Magyarul,
ha vagy egy ilyen fos, általános étrenden, vagy étrendnek se nevezett, csak ugye eszel napi háromszor, és elkezdesz kokszolni, meg valamit edzel mellé, akkor jobb leszel, mert kokszolsz, de nem használod ki a szteroidok nyújtotta előtt. Tehát a kaját is be kéne hozzáállítani, az edzést is be kéne hozzáállítani, meg az egész mindsetet, az egész hozzáállásodat be kéne ráállítani. Most, ha ez nincsen, akkor valamilyen szinten, inkább megyek tovább, valamilyen szinten elfecséreled a teljesítményfokozót, árban is igazából, meg egészségügyileg is. Tehát ha már a szervezetedbe ez bekerül, ha már egy kicsit így megbolygatod, de mondjuk ilyen propionát kurával minimálisan, a szervezeted működését, hát akkor bazd meg, akkor vegyél már ki belőle valamit, bazd meg! Na mindjárt befejezem, mert mennem kell, de még annyit akartam mondani, hogy így jobban értsétek ugyanezt a témakört, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy te építeni próbálod ezt a fizikumodat, bármi is legyen a célod, de mondjuk izmosodás, erősödés a cél, mint általában, és képzeld el úgy ezt, mint egy építkezést, hogy építeni akarsz egy házat. Elképzeltél magadnak egy házat, akár vázlatot is készítettél róla, vagy készítettél róla egy építéssel, és ezt te szeretnéd felépíteni. És meghívod a munkásokat, legyenek ezek most a teljesítményfokozók, akik segítenének neked ezt felépíteni, most ez egy ilyen fél hasonlati, nem mindenben hasonlít, de azért a lényeg ott lesz, hogy fel akarod építeni a házadat, és ott vannak a munkások, a teljesítményfokozók, teljesítményfokozó Zsolti, teljesítményfokozó Zalán, teljesítményfokozó Feri, ők így ott vannak, és bazd meg, mit csinálnak, ott, ahol, mit tudom én, ott lenne a telek, ott a telken mit csinálnak, hát cigarettáznak, meg borsodit isznak, mert bazd meg, nincs építőanyag. De nincs semmi építőanyag, és így várják, hogy jöjjön az ifa, aztán lepakolja, és semmi, és nem jön. Mert nincsen tápanyagbevitel, érted? Tehát a kajával kapcsolatban ez frankón így van, hogy ott állnak a teljesítményfokozó csávók, és nincs építőanyag, és mondom, ott cigiznek, meg isszák a sört. És semmi nem történik. Úgyhogy ezt így kellene felfognod, hogyha nem teszed bele a kaját is, ami a harmadik dolog ugye, mert beleteszed magadba a teljesítményfokozót, beleteszed az edzést remélhetőleg, de a kaját is bele kell tenni. Na hát, és hogyha ezt mindhármat úgy akarod beletenni, ahogy egy profi ajánlja, mint például én, this fucking guy, akkor csatlakozz például a Hamilton Bootcamp-be, ami október 21-én kezdődik. Aztán, hogyha nem tudsz jönni 6 hét alatt 6 edzésre, oké, de hát, hogyha komolyan veszed, meg tudod te ezt oldani, főleg a pesti vagy, de én Kecerről, Bácsiskun megyéből 120 kilométerről jártam fel 18 évesen autóval, friss oksival, Budapestre edzésekre, szóval nekem ez a hát sajnos én vidéki vagyok, aztán nem tudom megoldani, hát mondom, mármint, hogy itt visszaváltok magamra, hogy én meg azt mondom, hogy hát jó, mert tökéletlen vagy azért. Vagy úgy értem, hogy nem veszed eléggé komolyan, vagy egyszerűen nem elég fontos neked ez az egész, mert azért ezt is bele kell tenni, mert nagyon sok gyúrós, mint én, mondjuk azt, hogy ja, mert ez a csávó nem veszi elég komolyan. Figyelj, lehet, hogy nem is annyira fontos neki. Tehát lehet, hogy ő akar izmosodni 2 kilót, és én ezt abszolút megértem, és neki ezt nem éri meg, hogy mit tudom én, Székesfehérvárról ide jöjjön edzésekre heti egyszer. Én ezt megértem. De aki viszont egyrészt komolyan veszi, másrészt fontos neki, versenyző palánta mondjuk, vagy már versenyzett is, akkor ebből nagyon sokat tudsz kivenni, mert megtanulhatod azt az edzést, ahogy kell edzeni, amilyen intenzitással kell edzeni, és én feltölthetek, ez a lényeg, én feltölthetek ide 50 ilyen videóvlogot, amiben elmagyarázom, hogy hogy kell edzeni, meg hívhatsz engem telefonos konzultációkra, és elmagyarázhatom, hogy hogy kell edzeni, meg jöhetsz hozzám a Hamilton Teambe, és elmagyarázom neked, hogy hogy kell edzeni, meg ott bejövök az Art Facebook csoportba, élő videóba, és elmagyarázhatom neked, hogy hogy kell edzeni. De szerinted mennyire biztos az, hogy te fogod magad, elmész a terembe, és úgy, hogy nem látlak, te ezt meg is csinálod, úgy, ahogy én mondtam, vagy ahogy én gondolom. Mert ennek az egyetlen módja az elmúlt években,
amit én használtam, és a továbbiakban is használni fogom, mert ugye nem lesz mindig ez a bootcamp, hogy minden héten edzés. Ezt most én erre a 6 hétre meg tudom oldani, október 21-től december 1-ig, és ezt így lenyomom. De én nem tudok mindig ilyen edzéseket tartani, ha csak nem személyi edzésekről van szó. Tehát, csak hogy értsétek, eddig és ezután is úgy csináltam ezeket a dolgokat, hogy aki online dolgozik velem, meg néha találkozunk, és komolyan veszi ezt, az szépen felveszi, mert egyedül is fel tudod venni, vagy felveteti valakivel az edzését, az adott gyakorlataiból egy szériának az adott részét, vagy az egész szériát, és én azt megnézem, elküldik nekem Messengeren, és megnézem azokat a videókat, és így egyenként szoktam hangüzenetbe kommentelni, hogy mi az, amit jól csinál, vagy mi az, amit nem jól csinál. Tehát ezt nagyon fontos számításba venni, hogy oké, hogy megveszed most ezt a kokszot, oké, hogy esetleg beleteszed a kaját, oké, hogy neked ez fontos, komolyan veszed, meg motivált vagy, de ha nem jól csinálod a gyakorlatokat, az egyrészt nem fog úgy hozni, másrészt veszélyes is lehet bizonyos gyakorlatoknál, és főleg nagyobb súlyokkal, és harmadrészt meg az intenzitás. Tehát, hogy ez a mennyire kell keményen edzeni. Az intenzitást azt arra is értem, hogy mennyire keményen kell edzeni, meg arra is értem, hogyha küldök neked egy edzéstervet, akármilyen programomba, és az én agyamban az kb. 60 perc alatt elvégezhető lenne, és valaki meg 2 óra alatt végzi el, akkor az azt jelenti, hogy tököl, tehát onnantól kezdve nem lehet jó az intenzitás. Na, kb. Ezeket akartam elmondani, illetve mennem is kell. Mennyi az idő? Várjál? Persze, hogy mennem kell, szerencsére közel vagyok. Remélem tudtam segíteni információkkal. Légy szíves, vagy kérek mindenkit, hogy a kommentekben, amit mondtam a videó elején, írjátok le, hogy mi a véleményetek arról, amit mondtam, milyen kérdések merülnek föl, mi az, ami még kérdés ezzel kapcsolatban, tehát amiről nem beszéltem, és hogy milyen videókat szeretnétek még látni. Mert hogyha van még kérdés ezzel kapcsolatban, akkor ugye valószínű, hogy csinálok még egy hasonló videót, vagy hogyha egyszerű a válasz, akkor megválaszolom nektek kommentekben. Jó? Úgyhogy én ezt igyekszem megvágni ezt a videót, aztán feldobni a saját YouTube-omra, és valószínű, hogy ezt már meg fogja előzni a második közös podcastünk Király Lacival, ahol is a már megtörtént és talán még folyamatban lévő 2024-es Mr. Olympiáról is beszélgettünk, jó hangulatban, szokás szerint Király Laci barátommal, esélylatolgatások, stb. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, küldjétek el minden ismerősöknek és családtagotoknak, küldjétek el apátoknak, és mondjátok meg neki, hogy 40 fölött már az Enantátot ajánlom, és 200-300 mg rendbe tesz mindent. Nem fogja már magát öregnek érezni, nem fogja azt érezni, hogy idősödik, fölmegy a libidó, megy a szex, úgyhogy apádnak mindenképpen küld el. Te meg gyere hozzám telefonos konzultációra. Hammertime Bootcampet nem feledjük, október 21-től december 1-ig. Sziasztok! BAM!